majomhimlő egy régóta ismert betegség, a félelmetes, szerencsére a földünkről már eradikált fekete himlőnek a rokona, hasonló tüneteket okoz, de jóval enyhébb megbetegedés. Ez egy zoonózis, ami azt jelenti, hogy állatokról terjed az emberre, és a nevével ellentétben a rágcsálók között él úgy, hogy a rágcsálókat nem betegíti meg és nem pusztítja el. És a rágcsálókkal való közvetlen kapcsolat, simogatás, ugye bizonyos esetekben a feldolgozásuk során terjedhet át emberre vagy majomra. Számolni kell azzal, hogy ha Afrikában nő az esetszám, akkor ez magával vonja ugye az utazások újraindulásával, hogy ilyen típusú behurcolás is megtörtént. Igen, azt olvastam, hogy a himlővírusokhoz tartozó kórokozó nyugat-afrikai változatét először 1958-ban azonosították, akkor azért még mindenkit oltottak himlő ellen. Így van, 1980-ig oltottak a földgolyón, és vélhetően valami védettséget ad, egy olyan 80-85%-os keresztvédettséget ad a fekete himlőoltás, és elképzelhető, hogy azért szaporodott meg az utóbbi időben, hogy a sok fiatal nem oltást se kapott, nem is találkozott a himlővírusokkal, úgyhogy emelkedik az esetszám. Jó ír az, hogy ez egy jó indulatú betegség. Az afrikai eseteknél elsősorban a családtagok fertőződtek meg, ami már mutatja, hogy a átvitelhez szoros kontaktus kell. Tehát ez nem koronavírus, hogy köhögéssel, tüsszentéssel átvigye egyik emberről a másikra, hanem a sebeknek az érintése, esetleg egy apró sérülés a mi kezünkön oda vezethet, hogy megfertőződünk. Hogyha ettől óvakodunk, akkor az illető nem fog megfertőződni, és nem fog megfertőzni több más embert. Védőoltás van ellene? Érdekes, hogy pont ennek az évnek az elején az Európai Unió törzskönyvezett egy védőoltást kifejezetten a majomhimlőre. Tehát ők már tudtak valamit. Az európai politika nagy része megrendezett. Mit? Hogy itt ugye az elmúlt fekete himlő ellen nem kell, de itt a majomhimlő, itt a tehénhimlő. Nem mondom, hogy az járvány pozitív hatása, de a járvány gyorsít, katalizátor. Ne felejtsük el, hogy ez a betegség gyermekeknél és valamilyen immunhiányos embereknél okozhat súlyos megbetegedést. Azért viszonylag hamar átért, ha lehet így fogalmazni, Afrikából Európába ez a himlővírus. Ez nem megnyugtató, főleg azért, mert ugye nagyon rengetegen utaznak, indul a fesztivál szezon, nagyon sokan mennek nyaralni, nagyon nagy lesz megint az utasforgalom a Covid után. Ön mire számít, hogy ez hozhat egy átmeneti emelkedést a megbetegedések vagy a fertőzések számába? De ez nem változtat azon, hogy ez a vírus nem változott. Tehát ellentétben a koronavírussal, ez ugyanaz a vírus, amit 2018-ban hurcoltak be Európába. Tehát nem kell attól tartanunk, hogy esetleg a fertőzés módja változott. Minden vírus mutálódhat, csak a mutálódási ráta különbözik. És ezeknek a himlővírusoknak a mutációs rátája rendkívül alacsony. Ezek nem nagyon változnak. Ellentétben a koronavírus. Akkor mi várható a Covid esetében? Úgy tűnik, hogy a jelenlegi oltásaink is meg tudnak attól védeni, hogy súlyos betegek legyünk, vagy meghaljunk, és ez a lényeg. Senki nem mondja azt, hogy a védőoltások 100%-ban megakadályozzák a fertőződést, és ez az újabbakra is igazak. Tehát hiába lehet majd kényelmes módon bejutatni egy védőoltást. Spray, orspray segítségével, tapas segítségével, esetleg tablettában. Ezek sem fogják tudni azt megakadályozni, az illető megfertőződjön, csak azt, hogy súlyos beteg legyen, vagy meghaljon. Santa could be quarantined. 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 Ugye van ez a klasszikus, ami Európában zajlik, a lehetőleg ugye maszkhasználattal, úgymond az emberek távoltartásával próbáljunk a járvány ellen harcolni, és van egy autoriter a keleti országokra jellemző, például a kínai, ahol elképesztő szigorúsággal zárják el az embereket egymástól. De ennek nagyon komoly ára van, nem csak gazdasági, hanem ugye emberi, pszichológiai vonatkozása is. Tehát ezek az emberek nagyon rosszul tűnik azt, hogy napokra, hetekre bezárták őket a lakásukba, és nem jöhettek ki. Nagyon-nagyon sok pszichés hatásról hallok, depresszióról, öngyilkossági hajlamról. Nem biztos, hogy megéri az egy államnak, úgyhogy én maradnék a nyugati megközelítésen. Főorvos úr, köszönjük szépen a beszélgetést. Ez egy szerencsétlen megfogalmazás, hiszen ennek a vírusnak nem sok köze van a majmokhoz. Ez a rágcsálók között terjedő vírus, amiben a rágcsálók nem betegszenek meg és nem halnak meg, hanem egész egyszerűen hordozzák. Létezik majomhimlő elleni oltás az Európai Unióban. Ennek az évnek az elején törzskönyveztek egy oltást, ami igenis nagy valószínűséggel megvéd a majomhimlő ellen. Nyilvánvalóan végig hazudtuk az utolsó másfél-két évet. Ugye, ez egy borzasztó riasztó kép, de kicsit emlékezteti az emberiséget a már 1980-ban elpusztított fekete himlőhöz. De szó sincs erről, ez egy teljesen ártalmatlan megbetegedés, és eddig is ismertük. Because democracy basically means government by the people, of the people, for the people.
But the people are retarded. Viszont felnő már egy olyan generáció, aki nem kapott oltást, és ő sokkal hamarabb elkaphatja ezt a típusú betegséget, és ebből kifolyólag Afrikában is egyre több majomhimlős eset van. Ez nem azt jelenti, hogy ugye millió számra, de ugye amíg eddig néhány száz eset volt, tavaly már Nigériában néhány ezer majomhimlős eset volt, ami mutatja, hogy hát ezzel egyszerűen számolni kell. Légúton, tehát tüsszentéssel, köhögéssel, beszéddel nem terjed. Tehát ez egészen egyértelmű. Tényleg valóban szoros kontaktus kell hozzá. Nem kell ettől félni. Az, hogy Magyarországra jön-e, elképzelhető, bár nem nagyon valószínű, ugye. Járványra akkor kell számítani? A majomhimlő nem tud járványt okozni. A majomhimlő nem tud járványt okozni. A majomhimlő nem tud járványt okozni. Tehát egy olyan betegség, ami ilyen szoros kontaktussal terjed, ez nem terjed járványosan, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a majomhimlő nem fog járványt okozni. A sors fintora, hogy ennek az évnek az elején törzskönyveztek olyan gyógyszert, ami jó a majomhimlő ellen. Az európai politika nagy része megrendezett. Az európai politika nagy része megrendezett. Az európai politika nagy része megrendezett. Benne van a pakliban, hogy itt ősszel még jöhetnek újabb mutánsok, variánsok, és lehetnek még hullámok. Hát nézzünk szét a világban. Ugye a BA1-BA2 hullám vonult le most a világ az északi féltekén, viszont a BA4-BA5 terjed például Dél-Afrikában. A jó hír az, hogy hiába terjed, nagyon, hogy mondjam, alacsony hullámot látunk, borzasztó kevés a kórházi eset, és szinte alig van halott. Tehát, hogyha egy ilyen hullám őszre az északi féltekére átjön, akkor az a nagyobb problémát nem lesz vele. Sajnos nem zárja ki semmi, hogy a vírus valahol a világon nem változik, úgyhogy egy gonoszabb változat fejlődik ki. De legyünk optimisták. Legyünk, így van. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Minden jót kívánunk, viszont hallásra. The reason you haven't felt it is because it doesn't exist. What you call love was invented by guys like me to sell nylons. Please welcome Mr. Bill Gates. We also face a new threat that the next epidemic has a good chance of originating on a computer screen of a terrorist intent on using genetic engineering to create a synthetic version of the smallpox virus or a contagious and highly deadly strain of flu. So the point is that we ignore the strong link between health security and international security at our peril. Whether it occurs by the quirk of nature or at the hand of a terrorist, epidemiologists show through their models that a respiratory spread pathogen would kill more than 30 million people in less than a year. And there is a reasonable probability of that taking place in the years ahead. This is also where we see many epidemics starting, for example, Ebola.